Kuba Vince vagyok, Szakácsi Szabadság út államszámlát lakok. Elkerültem Szendőből ide lakni, Szakácsi Szabadság út három alá, Szabadság út államszám alá, és ott a régi rendszerben elkezdtem dolgozni, 13 éves voltam, anyukám nagyon túl beteg volt, hétféle betegsége volt, a bátyám, Gyuri bátyám, vállalt értem a feleséget, elkezdtem dolgozni, mert voltunk 11-en gyerekek. És hol dolgozott? A vasúton 5 évet dolgoztam, a bátyám, vállalt értem a feleséget, 5 évig dolgoztam a vasúton. Utána 100%-unkat elküldtek, felbomlott, el kellett onnan gyűnni, utána el kellett menni nekem Budapestre dolgozni, az Észak-Magyarországi vállalathoz. Ott dolgoztam. Ott dolgoztam 7 évig. 7 évig onnan is, utána megint ott is felbomlott, el kellett gyűnni. Utána már nem tudtunk mit csinálni, elmentem a csemetébe, bigázvetőnek. Ültetésre kellett, visszavittek minket ültetni Miskolcra. Ottan a kertészetnél, ott is dolgoztam 6 évig. 6 évet ott is ledolgoztattak el. Összesen hány éve van bedolgozva papíron? 21 év van bedolgozva, amit össze kéne rendesen papíron, össze kéne szedni nekem. A könyvben 11 év szerepel. Feleségével hány éve élek együtt? 72. február 11. Lakásra hogy szereztek? Hogy volt valamikor a lakások? Volt-e lakások? Nem volt lakásunk, belepett a hó, erdőkbe kellett nekünk feküdni, minden a szüleim meghaltak, a házunk elszedült, az esőzés, minden. Az erdőbe kellett nekünk idén aludni, minden, mert nem tudtunk mit csinálni. Addig jó voltunk a testvérségnek, még levették tőlünk a pénzt, azok olyanok voltak, hogy na. Ott házunk, itt is laktunk, ott is laktunk, kölcsön kellett felvenni nekem, az úgy tudtam megvenni 200 ezer forintért a lakást. Ott tudjunk élődeni. Temecserből jártam, ott adtak nekünk helyet, onnan jártam intézkedni, télen, hogy meg tudjam venni ezt a házat 200 ezer forintért, Szakácsiba. És Temecserben mi volt a munkája? Hát kazánfűtő voltam. És egyedül dolgozott? Igen. 160 gyereknek én voltam az kazánfűtője, az iskolába. És a rokonok? Hányan vannak testvérek? 7 vagyok fiú testvérek, és 3 lány, 10. És ezek mind élnek? Abból meghalt 3. El kellett nekem menni Budapestre, hogy el tudjam tartani a családomat, mert nem volt munkalehetőség, csak ottan, ottan dolgoztunk télen is, a gödröket kellett társni, a Csillaghegyen nekünk minden, hogy meg tudjunk élődeni. Akkorában 12 ezeret kaptunk, 72-73-ban, nem volt a több a fizetés, de az a fizetés többet ért, mint mostan, 50-60 ezer. Ez Budapesten volt? Budapesten volt, igen. És ha most tehetné, felmenne még? Igen, felmennék, kiába, ilyen idős vagyok, felmennék, az dolgoznak. Már az élet sokkal jobb volt az a rendszer, mint mostan. És hogy élek meg mostanában? Elmegyek a hollandnak dolgozni, mikor 3-4 ezer forintokat adott, akkor úgy veszek magamnak tüzelőt, meg ki, meg ilyen gajakat szedek a kertbe, azt úgy tudunk megélni. De ez a holland hol lakik? Itt lakik, Szakácsiba. És mióta van itt? 5 éve. Igen, és milyen munkákat tud önöknek adni? Gödörásások, mikor milyen munkát azért tud adni. És mindenkinek ad munkát, vagy csak magának? Valamikor 7-nek, 8-nak, mikor mennyinek tud adni, mikor ott telik rája. És akkor ebből élnek meg? Igen, igen, igen. És ezen kívül más valami juttatás? Hát más egyéb nincsen nekem, 21 ezer forintű szosz kapok, szociális segít, ebből élődök, abból fizetek a lakást, fizetem parabolát, tévéket, ilyeneket, villant, ebből élődjünk, ennyi jövedelmem van az összes. Más nincsen semmi sem. Feleségemnek kétféle betegsége van, most is műtétem van, Miskolcon, a Szemerei kórházban. Túl beteg most is a feleségem, nem tudom, hogy mikor gyózzam az a... Úgy kell főzögetni magamnak kumpileveseket, mikor mit tudok főzni magamnak, azt tervegetek, meg kenyereket rágom, hát mit csináljak, nem tudom, mit csináljak, szegény az élet nagyon.